Ezt a videót már nagyon régóta el szerettem volna készíteni, nagyon is megszerettem volna már mutatni nektek ezt az interjút. Gondolkodtam azon is, és magamból indultam ki, hogy egy szinkront készítek majd erre az interjúra azért, hogy ne kelljen olvasni a feliratokat, mert bevallom őszintén, én nem nagyon szeretem a feliratokat, még akkor is a szinkront választom, hogyha az nagyon, de nagyon gagyi. De ez esetben, mivel nem történik úgy nagyon semmi a képi világban, nem kell egyéb részletekre figyelni, meg hát az eredetileg elkészített hang az ugye sokkal hatásosabb egy kisfilmhez, legalábbis ehhez a kisfilmhez, ezért is készül ez a videó feliratosan, mint sem szinkronosan. Nem tudom, hogy mennyire törlik majd le ezt a videót, mert külföldön és a Facebook előszeretettel törli ezt a kisfilmet, de azért, mert egy az egyben felhasználják az adott tartalmat. Éppen ezért, és annak érdekében, hogy a méltányos használatjogát azt ugye fenntartjuk, egy aféle kis reakció videót láttatok majd most tőlem. Ami valóban nem lesz az én első reakcióm, mert én ezt az interjút nem egyszer-kétszer láttam már, de néha-néha azért megállítom, és nem olyan sokszor, hogy azért ne legyen olyan zavaró, de néha-néha azért megállítom, összefoglalom az addig elhangzottakat, és hozzáfűzöm azt, ami épp eszembe jut. Azért is készül most el ez a videó, mert ugye az utóbbi napokban, hetekben többen is elkezdtek érdeklődni a földönkívüli téma iránt, és hát arra gondoltam, hogy hát mikor készülne ez a videó, hogyha nem most, meg hát amúgy is több éve tervben van már. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a videónak a fogadtatása, de szerintem sokkal keményebb témák is előfordultak már ezen a csatornán, nem kell komolyan venni belőle semmit, ez egy CGI lesz. Egészen pontosan egy kanadai filmrendezőnek a munkája, ezek az interjúk először egy YouTube csatornára kerültek fel, ahol található több más animált UFO felvétel is, UFO Los Angeles felett, idegen a Holdon, és ide került fel ez az interjú is. És nem azért hoztam el nektek, hogy ez majd hú, de mennyire bizonyít bármit is, mert ezek alapján erről, mint látszik, szó sincs. Csupán azért hoztam el, mert hangzanak el érdekes mondatok, dolgok ebben az interjúban. Szerintem tekintsetek úgy erre az interjúra, mint egy teljesen új, egy új földön kívülekről szóló kisfilmre, amelyben igenis hangzanak el érdekes mondatok. Szerintem így előjáróban ennyi, nagyon röviden ennyi, a többit meg majd közben mondom. Már most az elején meg kell, hogy állítsam, ugyanis nem tudom, hogy ki mennyire ismeri ezt a Kék Könyv projektet. Ez egy valós dolog, és ez a kisfilm ez erre épít. A Kék Könyv projekten belül vizsgáltak minden olyan dolgot, ami kapcsolódik a földön kívüliekhez. Jegyeztek minden UFO észlelést, helyszínre, időpontra lebontva. Az volt a projekten dolgozó emberek feladata, hogy kiderítsék, hogy a földön kívüliek mennyire jelentenek ránk, emberekre veszélyt. És egyébként még sok más mindennel foglalkoztak a Kék Könyv projekten belül, de az interjú szempontjából nekünk csak ez az, ami lényeges. Mit is jelent az a térbeli divergencia? A divergencia az ugye valaminek az eltérőségét jelenti. Gondolom azt akarta itt ezzel mondani, és azt olvashattuk is, hogy az időben utazás az ugye megegyezik, az egyenlő az űrben utazással. Ez amúgy nem egy új keletű dolog, még hogyha annak is hangzik. Aki látta az Interstellar című filmet, az tudja, hogy az a film is pontosan ugyanerre épít. Try me. I watch.
Na, ez egy picit már nehezebben megérthető fejezet volt. Nagyon össze-vissza ugráltunk a kérdések között, és ilyen össze-vissza keszekusza volt a megfogalmazás is, de foglaljuk össze, amit eddig hallottunk, vagyis ebben a kis részben hallottunk. Megtudhattuk, hogy ez a földön kívüli, ő valójában nem egy földön kívüli, ő csak egy ember, olyan, mint mi vagyunk, csak ugye evolúció történt. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri azokat a kutatásokat, miszerint 1000 év múlva mi emberek nem úgy fogunk kinézni, mint ma, hanem ugye mi is elkezdünk majd az evolúció hatására változni, nagyobbak lesznek a szemeink, ugye a sok monitor és a képernyő használat miatt, ugye a sok ülés miatt is elkezd majd megváltozni a testünk formája, alakja, és volt szerintem egy nagyon érdekes rész, amikor legalábbis ami megmaradt most így, hogy amikor megkérdezték, hogy ön látta Istent? És arra az volt a válasz, hogy Istenben csak a fejlődésünk kezdetén hittünk. Az ilyen, és ahogy csak a kisfilmben fogalmaznak, az ilyen babonákat már nagyon rég elhagytuk. Okay, so how was the universe created, and why is it so perfectly made for us? Ez volt az első rész, de itt persze még korán sincs vége. Ebből a fejezetből szerintem ami érdekes volt, az az atomháborús rész, amikor feljött az a kérdés, hogy miért is pusztítanánk el magunkat egy atomháborúval, és erre a kérdésre csak egy egyszavas válasz jött, a dogmák miatt, az ideológiák miatt. Tudom, hogy ez csak egy kisfilm, és tudom, hogy ez csak egy ilyen fikció, amit látunk, de hihetetlenül jól szemlélteti ezeket a társadalmi korlátokat. Folytassuk a második résszel. You say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? Yeah, I'm a descendant of humans.
Hogyha ez igaz lenne, tegyük fel, akkor az tökéletes példája lenne a darwinizmusnak. Ugye a darwinizmus az ugyanezt mondja ki az emberek és a majmok között. A majmok, mi is a majmokból fejlődtünk ki, de mégsem vagyunk majmok, és a majmok sem emberek. És itt is ugyanez a helyzet. Then how do you know us? Answer me. If you don't answer, I'll administer another round of scopolamine until your system collapses. Do you understand? Now, how do you speak English? So you just picked up English, just like that, because you're so smart, right? Ugye, és mint azt már mondtam az ősnyelves videómban is, biztos, hogy említettem, hogy egy új nyelv megtanulásával egy újfajta gondolkodást is megtanulunk, és azért is tanulta meg ez az idegen faj az angol nyelvet, hogy megértse magát az embernek a gondolkodását, azt, hogy mit miért teszünk. Mert ők nem értik, hogy mit miért teszünk. So, you said you know the origin of the universe, but you did not provide an explanation. So I ask you again, how was the universe created? Answer the question. Really? But you can't create something out of nothing. Here it is. Only a creator can make something from nothing. Wait, you just contradicted yourself. So? Wait, but you said there is an origin to the universe. There it is. I caught you in a lie. Ez a kis film gyakorlatilag kis túlzással a társadalmunk tükre. Látszik, hogy az ember annyira el van foglalva ezzel az univerzum kérdéssel, hogy hogy keletkezett, olyan lényegtelen bizonyos szempontból, de mégis ugyanezt a kérdést teszi fel újra és újra, erre akar választ kapni. Miközben sokkal komolyabb problémákat kellene megoldania, és sokkal érdekesebb kérdéseket is, sokkal lényegre törőbb kérdéseket is fel lehetne neki rakni. Tökéletes tükör. How so?
Ez volt a második rész. Hát igazából ezen fejezet után is csak azt tudom mondani, amit már eddig is elmondtam. Egyszerűen engem zavar, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem nagyon zavarnak ezek a bugyuta kérdések. De az is lehet, hogy ez a kis film, ez pont ezt akarta érzékeltetni, és ezt az érzést akarta kelteni a nézőkben. De ez a fickó, mármint az, aki kérdezett, ez tényleg olyan volt, mint egy hülye gyerek, aki nem érti a kérdésekre adott választ. Az élet véletlenül jött létre. Nem, nincs olyan, hogy véletlen, mi nem jöhettünk csak úgy véletlenül létre, mi annál sokkal többek vagyunk. Olyan, mintha ez a kis film, ez egy picit kis gúnyolna bennünket, hogy ember, vedd már észre magad, ott van előtted a jövő, de te mégse hiszed el azt, amit mondanak neked. Na, itt nagyon látszik, hogy egy kisfilmről van szó, nagyon videójátékos ez az egész fénnyel kínzunk rész. Nagyon, szerintem nagyon videójátékos, és itt le kell, hogy essen mindenkinek, hogy ez egy kamu. Vagyis Amerika. So don't blow up.
a million lives. Okay, so how do we stop this? So, if we stop this lunatic from blowing us up, we'll be fine, right? Wait, but you just said that if we stop him, we won't be destroyed. Nem akartam megállítani azért, hogy ne szóljak közbe. Szerintem érdekes mondatok hangoztak el. Azt állította ez a lény, hogy lesz egy atomháború, amelyet majd nem más, mint Amerika kezdeményez. Az is elhangzott, és bennem ez nagyon megmaradt, hogy a demokráciánk jelenleg az nagyon stabil. Hát én ezzel vitatkoznék, viszont el tudom képzelni, hogy lehetne még ennél rosszabb. Az is érdekes volt, hogy ők ugye utaznak az időben, és meg se adják rá arra az esélyt, hogy esetleg megváltoztassák a múltat, és ezzel a jövőt is. Kitörölnek minden emléket a múltból, azért, hogy ne is tudják azt, hogy mit kell rajta esetleg megváltoztatni. Olyan ez, mint amikor mondjuk le akarsz szokni valamiről, mondjuk tegyük fel a cigiről, most más nem jutott eszembe, olyan ez, mint amikor le akarsz szokni a cigiről, és azért, hogy hétvégén mondjuk ne gyújts rá, egy olyan városba költözöl, ahol mondjuk nincs bolt. És tudod azt, hogy lusta leszel ahhoz, hogy elmenj egy másik faluba vagy városba a boltba, és ezért megelőzted a felmerülő problémákat. És itt is ugyanez van, azért, hogy még fel sem merüljön a múlt megváltoztatásának a gondolata, kitörölnek minden emléket a múltból, így nem tudják azt, hogy mit kell rajta megváltoztatni. Ami még így megmaradt bennem, az az ősi ösztönök kihasználása. Ugye azt mondta, hogy lesz egy amerikai elnök, aki majd kihasználja ezeket az ősi ösztönöket, félelem, együttérzés, ami ugye majd kivált egy reakciót mondjuk a világ összes többi államában, amire majd szintén érkezik egy reakció, ami az atomot takarja, és így gyakorlatilag saját magunk okozzuk majd a vesztünket. És így nagyjából ennyi az én részemről, a többi gondolatot én rátok bízom. Nem szeretnék nagyon okoskodónak tűnni, mert ugye ez még mindig csak egy fikció, és ez még mindig csak egy műsor, viszont szerintem egy nagyon érdekes kis műsor, és remélem, hogy ezt ti is így gondoljátok. Nem tudom, hogy mennyire van rá igény, hogyha igen, akkor én nagyon szívesen megcsinálom. Van egy sokkal hosszabb ilyen interjú, a Leszerta interjú, ami ennél sokkal részletesebb, viszont nincs hozzá semmilyen képi anyag, az csak írott formában született meg. Nem tudok majd hozzá képi anyagot csatolni, viszont hogyha tényleg érdekel benneteket, és nem akartok elolvasni több mint 40 oldalt, akkor lehet, hogy leszek olyan vállalkozó szellemű, hogy én ezt bevállalom. Leegyszerűsítem, kiragadom belőle a lényeget, és megcsináljuk ezt hangformájában is. És akkor nem kell olvasnotok, hanem csak meghallgatni ezt az interjút. Már akit persze érdekel, jelezzétek ezt nekem vissza is, és meglátjuk, hogy mennyire van erre igény. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem, hogy ez a videó érdekes volt számotokra, és hadd hangsúlyozzam ki újra, csak mert az utóbbi időben kezdtek el terjedni a Facebookon a videóim, és olyan ócsárulás folyik alatta, hogy az hihetetlen. Ugye az történik, hogy valaki kivágnak részleteket a videóimból, azokat a részeket, amikor mondjuk egy elméletet vázolok fel, és nem teszik hozzá, nem vágják be hozzá az én véleményemet is, csak ugye a kőkemény hülyeség hangzik el, és ez elég sokakban vicces reakciókat vált ki. És ezért is kell, hogy újra és újra elmondjam, és kihangsúlyozzam, hogy ez a videó nem igaz. Habár nagyon sokan hisznek benne, és el sem hinnétek, hogy milyen sokan hisznek ebben az interjúban, de nem igaz. Aláírom, hogy tudott nekem is érdekes dolgokat mondani és mutatni, de nem igaz. Hálásan köszönöm szépen a figyelmeteket, legközelebb találkozunk, ne felejtsetek el nekem visszajelezni a Leszerta interjúval kapcsolatban, odalent a kommentekben, további szép napot, estét mindenkinek, sziasztok!